Én amúgy most olvastam Knausgårdnak a Halál című könyvét. Ez egy trilógiának az első része, a Mein Kampfnak az első része. Ez egy apáról szól. Pontosabban egy apa haláláról, két perspektívából. Nyilván mind a kettő a mesélőnek a perspektívája, de az első perspektíva az látjuk Nausgaardot fiatalabban, 16 év körül, és akkor mit jelentett számára ez az apa, és amikor kevésbé volt már apa a családcentrikus, akkor mit jelentett számára egy zűlésnek a folyamatán is lehetne ezt mondani. Igen. Amúgy azt szeretem ebben a halálban, hogy nagyon szeretem az olyan könyveket, amik úgy mesélnek, hogy ezt akár én is tudnám mesélni, azzal tudok azonosulni. Ez az egyik könyv. Nem is akarok így nagyon spoilerezni előre, hogy mi történik benne. Ez az egyik könyv, a másik meg, amúgy több könyv van. Vannak fontos könyvek az életünkben, úgymond, mint a Bibliák. Most nem is énekről fogok mesélni, mert az az érzésem, hogy akkor kiadnám magam. A másik könyv, amiről meg mesélni szeretnék, az a Ujicka Jának az Odaadó hívetek surik. Igen, Odaadó hívetek surik. Hú, ez is egy érdekes történet, egy élet. Nyilván nagyon fontos az, hogy akkor, amikor olvasunk valamit, milyen lelkiállapotban vagyunk. Mert fontos a befogadás szempontjából. Ez egy olyan fiúról szól, Surikról, aki mindig másokon segít, többnyire nőkön segít, a nagymama és anyuka neveli, és ezt az életet is. Az a szép ebben a történetben, vagy a történetmesélésben, hogy úgy mesél részletesen, hogy közben nagy vonalakban, hogy nagy léptékkel, úgymond. De hogy ugyanígy gimnáziumon keresztül, liceumon keresztül, egyetemi évek, és utána, amikor bekerül a nagybetűs életben, igen, visszatérve. Hogy eltelik az idő, kopaszodik, meghízik, igen, valahogy így telik el az idő férfiaknál. Igen, a lényeg ennek a könyvnek az, azt hiszem, az, hogy van egy fiú, aki mindenkin segíteni szeretne. Többnyire nőkön. A kérdés már csak az marad, hogy mi fog történni az ő életében.